Köszöntöm nézőinket! A női kosárlabda Magyar Kupa negyeddöntőjének visszavágó mérkőzésén 71-57 arányú vereséget szenvedett a Mizó Pécsi VSK a Gyesev Sopron otthonában. Az összesítésben viszont Rád Géber László csapata jutott a legjobb négy közé. Folytatódik a labdarúgó Dunántúli napló kupa. A B csoportban magabiztos 4-0-ás győzelmet aratott Mohácson a Pécsi Postás. Nem sikerült viszont hozni a mérkőzést az itthon játszó PVSK Pécs 96 FC-nek. A vendégeskedő Kozár Mislány 3-2 arányban nyert. A Szigetvár Peac összecsapása a pálya használhatatlansága miatt elmaradt. A folytatásban is labdarúgás alaposan felizgatta a kedélyeket a PMFC házatáján felmerült PNB-s szereplés lehetősége. A felsőbb osztályba jutás lehetőségére ezúttal a Harkányban edzőtáborozó csapat vezető edzőjét kérdeztük. Még nem dőlt el, hogy a PMFC jelenleg NB1-ben szereplő labdarúgó csapata a Gázszerrel történő megegyezés után indulhat-e a professzionális nemzeti bajnokságban. Minden esetre a játékosok és edzőjük, Szapor Gábor, jelenleg harkányi edzőtáborozással készül valamelyik bajnokság tavaszi szezonjára. A csapat most az NB1-re készül, vagy a profiligára? Az NB1-re készülünk, hiszen ott kell folytatnunk, ahol abba hagytuk az ősszel. A PMB még nem dőlt el, tárgyalások folynak a Gázszer és a Pécs vezetői között, mi pedig edzőtáborban készülünk az NB1-re. A jelenlegi csapat több olyan játékossal rendelkezik, aki már PMB-ben is játszott több alkalommal. Említeném a Földvári Tibor nevét, a Puskás Dragán nevét, Varga Endre, Varga Ernő, és az újonnan igazoltak között is van a Ruskó Zsolt és a Volár András személyében olyan, aki már játszott a PMB-ben. Ennek tudatában úgy gondolom, és az a célunk, hogy megálljuk a helyünket, hogyha létrejön ez a fúzió. Egy 7-7-es felkészülési ciklusnak pont a közepén vagyunk, ez a negyedik hét, ahol dominálnak azok a tényezők, amik általában egy felkészülést jellemeznek. Ez egy kicsit ugye két bajnoki mérkőzés között egy hosszabb téli szünet. Átmeneti időszaknak viszont nem nevezném, hiszen nagyon szorgos és kemény munkával telnek a napjaink. Nem zavarta-e meg esetleg a játékosokat a csapat körüli, hát nincs jobb szó rá, húzavona? Nem, a játékosok ebben a tekintetben valóban komoly profi gondolkodásra tesznek tanúbizonyságot, csak a munkára és az edzésre koncentrálnak. Van-e arról információja a vezetőedzőnek, hogy milyen anyagi kondíciók állnak majd esetlegesen rendelkezésre, ha a csapat felkerül a profiligába? Nincs, ez nem is az én kompetenciám. Ha nem sikerül a fúzió, akkor módosul-e a csapat célkitűzése az NB1-ben? Erről konkrétan akkor fogunk beszélni a vezetőkkel és a csapattal egyaránt, amikor eldőlt már, hogy létrejön a fúzió, vagy pedig nem. A Gázszeren kívül vannak olyan játékosok, akik már tagjai az új csapatnak? Igen, eddig 4 új igazolásunk van, a Gálfi Péter Komlóról, a Matősanyi Finnországból és a már említett Ruskó Zsolt és Volár András. A nyilvános megpróbáltatáson már túl vagyunk, játszottunk 3 felkészülési mérkőzést, és a jövő héten tervezek sorozatmérkőzéseket. Kik ellen? Alsóbb osztályú csapatok ellen minden nap játszunk, délután a Beremend, a Bonyhád, a Nagyatád és a Peac az ellenfél. Természetesen minden edző készül a profiligára. Nekem megadatott az a szerencse már, ha szerencsének lehet ezt nevezni, hogy dolgozhattam a PMB-ben, és hogyha újra létrejön és megvalósul ez a dolog, akkor tudásom legjavát fogom újra nyújtani. Az átigazolási időszak végéig, azaz február 15-ig kell, hogy megoldódjék a probléma. Annyi azonban bizonyos, hogy február 26-án hazai pályán kezdi a csapat a bajnoki szezont, és hogy melyik bajnokságban? Az a jövő kérdése még. További híreinket és programajánlatainkat a most következő Sportinfóban olvashatják. Én már a búcsúzom, viszontlátásra!